Szóval, srácok, akkor... Kikötöm a rádiót. Na, szóval, srácok, akkor... itt vagyunk Bencével. Sziasztok! Őt ismerhetitek, ugye neki volt a zöld VR-hattya, amivel kapcsolatban iszonyat csak kérdés, komment lett, főleg most ugye, amikor miután eladtad, amit még sokan nem tudtak. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy ilyen megbeszélés videót, hogy letisztázzuk ezt az egészet, hogy most akkor mi a helyzet, meg Bencét jobban megismerjétek, mert szegényt úgy szétcsavasztátok, mint az állat, mindenki hibázhat, mindenkinek van a fasságai. Úgyhogy én kimegyek a képből, és akkor majd most mindjárt elbeszélgetünk. Kezdjük. Hát igazából kezdhetjük így magával a videóval is, tehát hogy így... Jó, akkor volt egy videó. Igen, ugye hát ott azért voltak negatív kommentek. 425 megjegyzést kaptál. Egyébként azt mondom, hogy viszonylag így a 100 000, azt hiszem ilyen 100 000 körüli megtekintés volt. Ahhoz képest igazából nem hiszem, hogy olyan sok már, mint... hogyha nő az a szám, amennyien az embert ismerik, akkor óhatatlan, hogy az is nőni fog, ahányan nem fogják kedvelni az embert. Tehát most tegyük fel, hogy van 1000 ismerősöd, abból 20 nem kedvel, mint hogy van úgymond 100 000 ismerősöd, vagy 100 000 ember, aki úgy gondolja, hogy ismer, és abból meg persze, hogy nem 20-an fognak csak, nem is az, hogy utálni, csak unszimpatizálni. És igazából rengeteg építő jellegű kritikát is kaptam, tehát akik idősebbek voltak, ők leírták, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amin kéne változtatni, ezeket igyekeztem igazából így meg is fogadni. Persze kaptam kemény kritikát is, tehát csak ugye a kritika az ugye annyiban más, hogy ott leírja a nem tetszését, de ugyanakkor meg is indokolja. Most, tehát voltak ezek ezek a fikázások, hogy jött egy-egy szem. De az viszont, amikor már ugyanúgy megindokolta, azt szar volt elfogadni, de valahol igazából el kellett, mert tény, hogy mondtam fasságokat, csináltam fasságokat benne. De... Mik voltak ezek ami ilyen nagyon nagy fikázás, meg ami építőjelegű volt, szóval ami te is tudod, hogy rosszul mondtad, vagy hülyeség volt. Hát ez az, ami nagyon megmaradt benne, például a rajtprogi. Én az így jól hangzott, de nem volt. Tehát, hogy így... Meg voltak ilyen jó szófordulataim, ez az elölhajt meg hasonló, ezeket a mai napig emlegetik haverék, és... Ja, most néztük a zenét is. Igen, meg egy zenébe is belekerültem, de így ami meg kritika, például az azt hiszem pont YouTube-on volt komment, leírta a csávó, hogy bamba vagy, mert belementél a kátyúba, meg hogy gyorsabb nálad az autó, mert átmentél a piroson, és nem figyeltél elég, és stb. De ugyanakkor jogos, mert megindokolta, és tény, hogy úgy volt, ott volt, átmentem a piroson, ott volt, hogy belementem a kágyúba, és ezeken igenis javítani kell, jobban oda kell figyelni vezetésnél, és ennyi. Tehát, hogy így az ilyeneknél ugye ebből, hogy megindokolta, így már ki lehet indulni valahova most. Az, aki leírja, hogy buzi vagy, meg lány vagy, meg ilyenek, azzal nem nagyon tud az ember mit kezdeni, tehát hogy ez most... Ezek ilyen személyes bizonyosan. Ez ilyen fölösleges. Tehát, hogy így ugye volt az, hogy nekem édesanyám még finanszírozták meg az autót. Ja, azt tudom, azt nagyon sokan írták, igen. A H4-es nap. Az egy másik történet, ugye édesanyám, ő nincs benne ezekbe az autós dolgokba. Ő szimplán csak segíteni akar, és úgymond szponzorál, ebből került fel a matrica is később. És hát ugye neki igen írtam, hogy ez is ez lett cserélve az autóba, meg ez, meg az, meg amaz. Mert ugye édesanyám ezt nem tudja számon tartani, tehát neki... Persze. Mondhat bármit, ő azt nem fogja megjegyezni, így, mert neki nőként az fölösleges, hogy így... Engelje, igen. Persze, csak át akarsz verni. Igen, és akkor így... Igen, és akkor ezek így le voltak írva neki, le volt vezetve, és igazából ennyi volt a dolog lényege. Az már más kérdés, hogy megint csak nem tudtam értelmesen elmagyarázni. Ja. Azért ott már igen csak fáradt voltam. Jó, ja, de ez egyébként meg ez mindenkiben benne van, mert itt írják, hogy azért, hogy nem tudsz beszélni, meg mit tudom én, tehát és hogyha valaki kamera elé áll, és nincs hozzászokva. Igen, tehát ez egy elég nagy ilyen stresszfaktort jelent, főleg így nekem. Én azért, nekem ez tényleg teljesen új volt, hogy így kamera elé. Hát most is kicsit fizé, stresszesebb vagy. Igen, tehát hogy persze felnőttként az ember talán már jobban hozzászokik az ilyenekhez, meg könnyebben kezeli az ilyen helyzeteket. Nekem még ez időbe kerül, én ehhez majd ugyanúgy szépen próbálok hozzászokni, majd próbálok javítani ezen.
kamera előtt, és el tudjak mondani összefüggő mondatokat, és igazából ennyi. Igazából nekem ez úgy szint egy megállapodásom volt szüleimmel, ugye én egyébként voltam már, hogy nyári melóra mentem, most is egyik barátomnál például az ilyen alkalmi, és amikor van, oda is megyek melózni, tehát nincs az, hogy én kerülném a munkát, vagy bármi. Szimplán annyi, hogy év közben nekünk az a megállapodásunk volt, hogy én figyelek a tanulásra, figyelek az iskolára, hogy jó jegyeim legyenek, tanuljak, és cserébe ők meg finanszírozzák nekem ezt a hóbortomat, úgymond. Én soha nem vártam így föl vele szerintem, tehát persze volt, hogy elszalad az emberrel a ló, hogy kicsit izé akkor vagizik, meg ilyenek. Tehát, hogy egyszer-egyszer eldurantja az ember, amikor Pesten jár. De alapvetően nem az volt a célom ezzel a videóval, hogy akkor megmutassuk, hogy hú, nekem éppen mi van, hanem hogy tényleg bemutassunk egy VR6-ot, mert szerintem egy jó autó. És azt egyébként írják is, hogy izé, hogy tök jó autó, meg minden. És igen, igazából ez volt vele a cél. Meg ha jól emlékszem, voltak olyanok is, hogy sajnálja, hogy egy ilyen jó tulaj, egy ilyen jó autó egy szánalmas tulajhoz került, meg ilyenek. Ez igazából annyi, az elején ezt is le akartam volna úgy komolyabban reagálni, de nekem egyszer volt, hogy én szétszedtük az autót, leszedtük a homlokfalát, lámpákat, lököst, mindent. És hát akkor néztük át a kábelezését is, és egyik oldalt 3 plusz csati volt, ami igazából semmiben nem ment, a másik oldalt 4 vagy 5, tehát amit sehova nem tudtál berakni, tehát bekötötted a lámpát, bekötötted a dudát, ködlámpát, indexet, minden szélességjelzőt is mindent bekötsz, és így maradt 3 csati, ami úgy lóg a levegőbe, meg ilyenek. A szélességjelzőm, az például, amikor megvettem egyik oldalt, az úgy nézett ki, hogy a helyzetjelzőtől ugye elhúzták a pozitív meg egy negatív szálat, és a T10-es kis izót, rendes kis T10-es foglalatot, azt oda úgy beszikszalagozták. Ilyen mókolások voltak. Szalagolva és ezeket megcsináltatok? Igen, meg ami volt még ugye, hogy hát az alja az erőteljesen rohadt akkor is, amikor megvettem, ugye azért lett el a lakatolás, minden. És az a baj, hogy igazából ezt hiába raktam be egy csoportba is, tehát én beküldtem azt a kábelezést úgy, ahogy kinézett, hogy össze volt kókányolva minden. És igazából arra is annyi választ kaptam, hogy mert hogy a maga nevében igényes autó volt, na most érted, ezzel megint mit kezdesz? Ebben az autóban... Púrhabot is mondtad. Igen, tehát abba volt erő teljesen púrhab is a küszöböknél, az megint. Meg volt egy azt ugyanúgy Kevinnel, hogy csöpögött az olaj folyamatosan. Ja. És először azt hittük, hogy valami tömítés, minden tömítést cseréltünk, teknőt, minden cserélve lett, és ugyanúgy csöpögött. És egyszer csak így ugyanígy, amikor leszedtük a homlokfalat, akkor vettük észre, hogy egyébként egy cső, az úgy volt megoldva, úgy volt felrakva, hogy mind a két oldalán ráhúztak egy-egy gyors kötözőt. Na most ez megint csak, hogy két bilincset nem tudtak oda felrakni rá, tehát hogy... Mindegy. És akkor voltak benne ilyen kókányolások, aztán... azt aláírom, hogy amikor megvettem, úgy külsőre szépen nézett ki, meg a motorja volt jó igazából. A futómű, az konkrétan teljesen kuka volt, meg ilyenek, tehát hogy így... Kaptam olyan kommenteket is, hogy mert hogy 20 éves drogos gyerek, de nem drogozok már, mint elég nekem az, hogy ismerősöm drogozik, és látom rajta, hogy butul el, meg mik vannak vele, szóval én így ezt kihagyom. Mindegy, a lényeg, hogy akkor igazából jó tulaj volt, és akkor mi történt vele végül is, hogy mert most már nincs nálad? Igen, hát igazából még a videó után ugye került sor igazából a külső átalakításokra az autóban. Belekerült a kagylóülés, 4 pontos öv, kapott sötétítést, belekerült a dual run lampa, ami most a kombigolfos videótokban is. Jaja. 9 és borbetál került rá, ET15-tel. Amiatt került rá igazából az ív szélesítés is, tehát egy szegecselt ívet kapott, mert ott alapjáraton pont íven lett volna. Csak kellett rányomtáv szélesítő, mivel nem ment föl a féktől, tehát ugye a fék nem engedte föl. És azért még nyomtáv szélesítőztük. Írják
kérdezték sokan, hogy ez hogy üzik minden arra, mi volt a véleményed, így a kommentek ja. után. Hát szerettem benne elfeküdni, az tény. Hát amikor belekerült a kagyló, akkor már nem feküdtem benne, szóval így. Ezt sokan nem tudják. Most erről így visszagondolva, egyébként valószínű, hogyha nincs ez a videó, és nem kapok ennyi savat, akkor így el se gondolkodtam volna pár dolgon, és valószínű, hogy akkor én törtem volna össze az autót, mert voltak olyan pillanatok, amikor tényleg elszaladt velem a ló, és ez a videó az úgy annyiba jól jött, hogy úgy visszafogott, hogy na akkor állj, akkor valamit valószínű szarul csinálsz. És tehát így, hogy azt visszafogtam, hogy tényleg hétköznapokban is már ugye normálisan közlekedtem tényleg ez a normális. Akkor ne lehetek a mi igen, végül is ezt mondhatjuk így, hogy ez egy ebben a formában jó volt, hogy így megnevelődtem, meg elgondolkodtam pár dolgon. Nem én törtem össze, én igazából úgy döntöttem, hogy eladom. Ja. Mivel elég magas áron vettem ugye VR6-ok közt is, mert hogy szép, jó minden, hát ugye utána kerültek elő ezek a dolgok, igen. És az a baj, hogy tényleg sok pénz ment bele, és én is úgy voltam vele, hogy még mindig kéne, még mindig lenne itt, még mindig. És úgy voltunk vele, hogy az a baj, hogy tényleg az a pénz már nem jön vissza, tehát hogy így se. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor eladásra kerül a sor. Először baráti körbe kérdeztem végig, igazából legjobb barátomtól kaptam is érte, mert ő nyaggatott engem hónapokig, hogy adjam el neki. Uh-huh. És miután vett egy 3-as Golfot, azután jött ez a döntés, hogy akkor eladom a VR6-ot, tehát ez kicsit kicseszés volt vele szemben, és így viszont baráti körbe került ugyanúgy az autó, tehát egy barátom vette meg. Igazából ő is azt mondom, hogy vigyázott rá, megépítgette, mert igazából voltak olyan apróságok, amiket én nem tudtam megoldani egy év alatt, közel egy év alatt, ja, és nem jöttem rá, hogy mi az. Ő meg így két hét alatt megcsinálta, és így ilyen apróságokat, de foglalkozott az autóval minden, és hát igazából itt a 6-os úton történt egy balesete, amit igazából hát ugye rengeteg mindent lehetett hallani róla, hogy meghalt a srác, hogy leszakadt a lépe, meg hogy ez, meg az, meg amaz. Meg mentek ott a találgatások. Ez igaz. Befejezte már elméletileg az előzés, de ezt ha átmegyünk hozzájuk, és akkor ő azt mondta, hogy ő kamera elé ő így nem szeretne beszélni, mert ő... Ezt nem, de elmondja mégis, hogy mi történt, mégis tényleg az ő szájából hallják, akkor az ugye hitelesebb, mint hogy megint mennek a találgatások. Persze. Mert kapott ő is ott rengeteg mindent, tehát amit péntek estibe kiraktak. Igazából én azt gondoltam arra, hogy az, ami szánalmas volt. Tehát, hogy ment ott is minden, ugye azt se tudták, hogy én eladtam az autót, akkor mentek rólam is a fikázások, mindent. Úgymond nulla háttérinfóval okoskodtak, igen, az emberek. Hát voltak ugye, akik ott védtek ugye engem is, meg így az egészet, hogy tényleg amíg nincs senkinek semmi infója róla, addig nem nagyon kéne. Hát elment elég szélsőségesbe igazából mindkét oldalról, tehát mindkét oldalt voltak ilyenek. Elvileg befejezte az előzést, és csak megcsúszott ugye, és úgy pördült az autó. Ja. Tehát így én ennyit tudok az egész sztoriról. Mind a kettőjüknek igazából könnyű sérülése lett, tehát aznap kiengedték mindkettőjüket a kórházból. Most azt mondta Balázs, hogy a másik sofőrő már szerzett új autót magának, tehát hogy meg Balázs szedte ki őt az autóból, hát nagyon TK, tehát az totál káros lett. Annyi... Balázs, ezt még nála van, ugye? Igen. Ahhoz majd átmegyünk hozzá, azt mondta, hogy ezt megnézhetjük nyugodtan. Most így az utóbbi időben ő azt mondta, hogy talált egy másik kasznit, és hogy lehet, hogy abba átépíti, megpróbálja bepapírozni, hogy legálisan tényleg átépíthesse, mert ugye ez így típus azonosnak számít, azt hiszem, tehát hogy mivel Golf 3, tehát hogy tehát hogy így hátam megkapja az átépítési engedélyt, és így tényleg átépíthetik neki az autót. De azt mondta, hogy ha újraépíti, akkor is ő mindent be szeretne papírozni, tehát hogy KPM-mel mindent forgalmiba írják be, majd ültetést a mindentől kezdve. Ez a tiszteli és óvját, tehát
tény, hogy ott a videónál koszos volt, nem volt letakarítva, stb. Egy az ablakot takarítani, azt soha nem tudtam, tehát ezt valaki küldhet nekem róla azért tutoriál videót, én azt szívesen várom, azt sajnos a mostaninál se tudok. De hát nekem akkor elég sok problémám volt ugye abban a két napban, és alapból nem úgy mentünk ki ugye, hogy videó, hanem azt hiszem akkor voltunk NSX-et nézni. Abból volt, hogy járkáltunk Pesten, és akkor hogy mit csináljunk, és akkor csináljunk róla videót, és akkor lett. Tehát, hogy így is. És akkor most már, nyilván ez már lezártuk, ezt majd átmegyünk hozzá, megnézzük. Igen. És most már van egy másik, ugye? Igen. Hát most még nagyon gyáriás, majd amint kicsit alakul. Csak ott kukucskát. Igen. Majd amint alakulgat, akkor majd beütemezünk egy videót, ha szeretnétek, aztán. Biztos. Igazából ennyi, igen. Akkor ennyi volt. Mindjárt megyünk, aztán megmutatjuk, hogy mi lett az autóval. Aztán beszámol a tulaj, hogy mi a helyzet. Sziasztok! Be public.